da erstmal seine Hauptaufgabe. Er hat ja seit er da ist, hat er ja stabil. Elsősorban a védekezés a feladata. Amióta itt van, stabilitást hozott a játékunkba. Fontos, hogy legyen egy ilyen tengelye a csapatnak. Az utóbbi hónapokban még többet fejlődött. A labdakihozatalokban rendkívül fontos lánceme a csapatnak. Ha pedig egy ilyen hozzáállású védekező játékos kellő magabiztosságot gyűjt, akkor a pontrugásoknál is jó helyen lesz. Ismételten meghívót kapott a válogatottba, ha bár az a találkozó az utolsó mérkőzésünkkel egy napra esik. Jó úton jár, az ő esete mutatja, hogy nálunk igenis lehet fejlődni. Talán már sokan kitalálták, hogy vezetőedzőnk szlovén védőnkről, Miha Blažičról beszél. Játékosunk az idei szezonban már 7 találatnál jár, ami egy hátvédtől elismerésre méltó teljesítmény, főleg, hogy az európai topbajnokságokat figyelembe véve egyedül a német Schalke brazil védője Naldo szerzett annyi gólt, mint Blažič. Bár egy játékos a gólja jól tud igazán mélyben nyomást tenni a szurkolókra, egy védőnek nem a gólszerzés az első számú feladata. Amikor idejöttem, csak arra vágytam, hogy a lehető legjobb játékomat tudjam nyújtani. Az egész csapat segített abban, hogy minden rendben legyen, és így fontos tagja lehettem a védelemnek. Ha nem játszik jól a csapat, védőként nem tehet sokat, ezért minden a csapat munkán múlik. Egyáltalán nem meglepő, hogy az egy szezon alatti 7 gól abszolút rekord Blažič számára. Természetesen sokkal jobban örülnék, ha a góljaim mindig győzelmet jelentenének. Igazából nem az számít, hogy ki eredményes, a legfontosabb a 3 pont. De persze, ha összejön a gól, annak nagyon örülök. Sosem voltam nagy gólvágó, de a téli edzőtáborokban, Portugáliában és Spanyolországban több olyan szituáció is volt, amikor közel kerültem a találathoz. Reméltem, hogy a bajnokságban is jön majd az áttörés, így próbáltam lendületben maradni, és némi szerencsével úgy alakult, ahogy szerettem volna. A lendület megmaradt, ám ha valaki ilyen eredményes, akkor a fejében kell lennie egy tervnek, hogy hogyan jutatja a labdát a kapuba. A rögzített helyzetekben, mint a szögleteknél vagy szabadrúgásoknál mindig olyan mentalitással megyek előre, hogy a labda el fog jutni hozzám. Nagyon jó rugó technikájú játékosaink vannak, így könnyebb dolgunk van ezekben a szituációkban, mindig jól jönnek a beadások. De lássuk ezeket a gyakorlatban. Varga, ott a fejes és ott az egyenlítés, Blažič, 1-1! We were not playing so good. Nem játszottunk jól, és gondoltam, hogy itt gólt szerezhetünk. Roli mindig jó labdákat ad, így megpróbáltam beleérni. Emlékszem, hogy a játékosok miatt csak az utolsó pillanatban láttam meg a labdát, de mentem előre, és hála a jó beadásnak, gól lett belőle. I was just there. It was a good cross. Varga, de jól adja be, gól! I just went for it. It's... Itt is próbáltam jól helyezkedni, mindig a tökéletes beadásra számítunk, így az a dolgunk, hogy ott legyünk a megfelelő helyen. It's our job to be there in that position. So. Ott a fejes, gól! Blažič! Blažič befejeli a 90. percben. I remember before that. Emlékszem, hogy ezen a meccsen korábban is volt lehetőségem gólt lőni. Nem a legjobban jött a labda, de így is elértem. Sokkal jobban játszottunk, és az utolsó percekben megszereztük a győzelmet. We needed to win because we were so much better. Varga 5. sarokrugása, Böde csúsztat, ott a helyzet, gól! During the week also the coaches said it. A héten azt mondta nekünk az edző, hogy néhányan menjenek a rövid kapufához, és csak próbáljanak labdába érni. Nekem pedig az volt a feladatom, hogy a hosszún várjam a labdát. Ez egy begyakorolt figura volt. We trained something, they told us that it might happen, so. Jól is! Kapufa! És most van benn! Blažič kotorja be! This kind of things, you never know where the ball is gonna end. Sosem lehet tudni, hogy hol lesz a labda, beleérnek-e, vagy irányt változtat valamin. Nem szoktam a labda mögött állni, mert nem tudhatod, mi fog történni. I don't stand behind. ...17-4 a lövések aránya. Varga, újabb fejes, nagyvédi, Blažič gól! Jut gól is! A 90. perc kezdetén megint Blažič!
Emlékszem, az előző helyzetnél volt egy fejesem, de a kapus védett és szöglet jöhetett. Az első fél időben is volt egy tiszta helyzetem, amit kihagytam, szóval örültem, hogy ez összejött. I was feeling good that the ball will come to me. A honvéd ellen összejött Blažić hetedik találata is, és a házi góllövő lista negyedik helyén áll. És hogy hányszor sikerül még idén a gólszerzés? The only target is... Az egyetlen cél, hogy teljes erőmmel segíthessem a csapatot, és megnyerjük a bajnokságot. To win the championship, so. Szevasz, Rolikám, mit csinálsz? Szevasz, tesó, nem akarok lemaradni semmiről.